A több hétig érvényben lévő kijárási korlátozások miatt a turizmusnak szinte a nulláról kellett újraépítkeznie a szigorítások feloldása után. A rendezvények elmaradása és a vendéglátóegységek bezárása miatt a szállodák a koratavaszi hónapokban szinte kizárólag üzleti céllal utazó vendégeket fogadtak. A legfrissebb adatok alapján azonban újra beindult az üdülési kedv. Május 11 és 19 között megduplázódott a szállodai foglalások száma, ez a tendencia pedig azóta is folyamatos emelkedést mutat. A kikapcsolódásra jó alkalmat kínál az előttünk álló pünkösdi hosszú hétvége is, az élénkülő idegenforgalom pedig a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Adatai alapján is tetten érhető. A tapasztalat az, hogy az emberek vágytak már arra, hogy kimozduljanak a bezártságból, és az állatparkban is és a múzeumfaluban is megjelentek az első vendégek, illetve a szálláshelyek arról számolnak be, hogy egyre több az érdeklődő. Nagyon szépen alakul itt a pünkösdi hétvége Nyíregyházán. Vannak már olyan szálláshelyeink, amelyek szinte teltházasak lesznek, vagy egy-két szobájuk marad, és a többieknél is folyamatosan gyakorlatilag napról napra, óráról órára történnek a foglalások. Ezek a foglalások azonban még most jellemzően egy-két naposak. Ez az időtartama jellemző még a júniusra is. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy az emberek továbbra is óvatosak és kivárják, hogyan alakul a járványhelyzet a nyár első felében. A turizmus állapotának normalizálódását a Baktalórántházi Fenyves Szálloda tulajdonosa is megerősítette, azonban, mint mondta, a korábbi években tapasztalt érdeklődés legjobb esetben is csak az év végére térhet vissza. Krivács András hozzátette, egyelőre régiók között is nagy az eltérés a foglalások számában. Azt látom, hogy nagyon óvatosan indul be ez a májusi nyitás utáni állapot. A szállodák tekintetében a pünkösd az már egy sokkal jobb fázisú hétvégének néz elébe, de még mindig nem ugyanaz a bázishoz képest egy területileg eloszlik országosan valahol egy olyan 40-50% eltérést tapasztalható negatív irányba a tavalyi évi bázishoz. Aztán vannak az ország más szegletei, ahol viszont még mindig 70-80%-os visszaesés tapasztalható. Én úgy gondolom, hogy július 1-től egy nagyobb előrelépésre nem csak vágyakozunk együtt közösen, hanem ezt meg is fogjuk tudni élni, ugyanis a nyári foglalások viszont azok erősödnek, egyre erősebbek. A szállás.hu adatai alapján egyébként Nyíregyháza a 10 legkedveltebb úti cél között szerepel a pünkösdi hétvégén. Az idegenforgalom további fellendülését segítheti a Magyar Turisztikai Ügynökség Visszajövünk kampánya is, amely arra buzdítja a lakosságot, hogy merjenek újra utazni, ezen a nyáron pedig részesítsék előnyben a belföldi úti célokat. Az MTÜ ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a mostani hosszú hétvégén és a következő hónapokban is csak olyanok kiránduljanak, akik teljesen egészségesnek érzik magukat.